Sziasztok! Mutatok nektek egy gyors receptet. Csirkemell, már félig meg van sütve, egy perc mind a két oldalán. Van rajta fokhagymát, kentem rá. Ez sonka, de ízesített sonka, de nyugodtan lehet simás sonkát is, vagy szalonnát, bármit, amit szeretsz rárakni. És ananász kerül rá, meg sajt. És az airfryerbe fogom megsütni. Vettünk ilyen különböző kis kiegészítőket, ami az airfryerben jó, és hát most ebbe fogom megsütni. Elsősorban leöntöm róla a zsírját. Ja, most akkor majd ezt mutatom. Oké. Tehát leöntöm róla a zsírját, ami kisült belőle, meg ami volt ugye alatta. Itt is itt legyen, ne vesszen kárba. Szépen el. Nagyon, egy adagot már sütöttem, és nagyon finom lett. Nagyobb csirkemelek is belefértek volna, gyakorlatilag négy személynek is elég lenne. Ha nagyobb szeleteket teszünk bele, de ez így kettőnknek bőven elég. Úgyhogy ráhelyezzük a kis sonkadarabokat. Csak még nagyon csaljuk ezzel a szattal. Mehetnek rá, így néz ki, mehetnek rá az ananász darabok, ami friss ananász is lehet, konzerv is lehet, gyakorlatilag. Ez körülbelül ilyen vastag, hogy lehessen élvezni is az ananásznak az ízét. Airfryeren kívül, ezt meg lehet sütni ugyanúgy a sütőbe is. Nagyon picit elősütöd ugyanúgy a csirke mellett, vagy bármilyen most, amit használsz hozzá, és beleteszed egy tűzálló tálba, és szépen ugyanígy megpakolod, a nevét is ráöntjük úgy, mert rá a sajt, nem mutatom közben, így néz ki, szépen letesszük a sajtot, én nem sajnálom, szeretjük rajta a sajtot. Ez picit több, mint 10 deka a sajt. Úgy, és beteszem az airfryerbe, hogy mutassam, hogy lássátok. Az airfryerbe beteszem 200 fokra, hát olyan 8-10 perc körbe meg kell nézni, és gyakorlatilag készen is van az ételünk. Majd jövök fotóval. Sziasztok! Sziasztok! Nézd ki! Miután készen lett, próbálom nektek megmutatni. Neked a szépen rásírtam. Talán egy perc előtt ki lehetett volna menni, de nem is megégre, finom, csokokós, de nincs megégre. Nagyon finom, gyorsan elkészíthető étel, ajánlom mindenkinek szeretettel. Napi közös blogja, YouTube-on, Facebook-on, akkor sziasztok!